Magyar Köztársaság kormánya az idősügyi tanács kezdeményezésére a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott, mely szerint a 90., 95. és a 100. életévüket betöltött magyar állampolgárok jubileumi juttatásban részesülnek, valamint születésnapjukon emléklappal köszöntik őket. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor miniszterelnök úr. Az a megtiszteltetésért, hogy miniszterelnök úrnak a levelét én adhatom át, és ezt a emléklapot. És ugyanezt tudom elmondani, mert ez nagyon szépen meg volt fogalmazva, hogy Pétfürdő település összes lakója nevében sok boldogságot és további jó egészséget kívánunk, és további 90 évet. Mikor új ide? Itt van. Puszilag, édes, drága Évikém, nagyon szeretnék, nagyon szépen köszönöm. Ilonka néni nyugalmazott pedagógus, Sopronban született, és később Sopron-Horpácson kezdte meg tanítói pályáját. Férjével Sopronban ismerkedtek meg, aki Pétfürdőn kapott munkát MÁV tisztviselőként. Ilonka néni ezért kérte az áthelyezését. Először Várpalotára került, ahol másfél évet tanított. Utána pedig a pétfürdői iskolában folytatta az oktatást nyugdíjba vonulásáig. És akkor így vette Márta a Dürre néni osztályát fél év után. Igen. Januártól kezdve. És még csak első osztályt kaptam, és én úgy örültem annak, én nagyon szeretem tanítani, és pláne az, hogy az egy kis elsősök bekerültek az iskolába, és még nagyon picik, analfabéták, hogy ezt kell mondani, igen. És írni, olvasni, számolni tudó gyerekek kerültek ki én végén. Igen, és sokszor voltam 60 gyerek, és akkor nem volt ennél osztott iskola, osztott osztály. Igen. Egy osztály volt, egy első, egy második, egy harmadik, igen, egy negyedik, így tovább. És 60 gyereket is szállítottam, szóval jött az igazgató, Torvát is tanácsi, körülnézni, jaj, Ilonka, ez a sok kicsi fej, ez a sok kicsi fej. És megszállítottam mindőket. Két fia született, és ma már két unokával és egy dédunokával is büszkélkedhet. Kívánunk neki még sok boldog évet családja körében.